Ebben a mai videóban olyan problémákról lesz szó, amikor ajánlott a hialuronsav pótlás. Szeretettel köszöntök mindenkit! A hialuronsav a testünkben természetes körülmények között jelenlévő zselészerű molekula. A kollagén és az elasztin mellett a hialuronsav a harmadik fő alkotóeleme annak a kötőszövetnek, amely körülveszi a bőr sejtjeit, így hidratálást, illetve feszességet biztosítanak a bőrnek. A bőrben és az izmokban főként a rugalmasságért felel, az ízületekben a kopás ellen véd, míg sebek gyógyulásánál a gyulladások mérséklésében is részt vesz. A hialuronsav mennyisége korunk előre haladtával csökken a termelődés a szervezetünkben, de még jobban felgyorsíthatjuk a vesztését, dohányzással, sok stresszel és sok szoláriumozással. A hialuronsav egy folyadék megtartó anyag, tehát minden olyan problémánál, ahol folyadék vesztés vagy száradás történik a szervezetünkben, ott be lehet vetni. Csökkenhet a folyadék például az ízületekből, a bőrből, kiszáradhatnak a különböző nyálkahártyák a testünkben, a hüvely, a szem, a nyelőcső és mások. A hialuronsavat egyszerűen kapszula formában tudjuk legegyszerűbben pótolni, de ugye vannak hialuronsavas injekciók is. A továbbiakban elsősorban a kapszula formában bevitt hialuronsavról lesz szó. Ha szájon át pótoljuk a hialuronsavat, a hasznosulását segíti a cink, a hidrolizált kollagén, a biotin és a magnézium, tehát célszerű olyan készítményt szedni, amelyben ezek közül több is megtalálható. Először is a hialuronsav sokat segíthet ízületi és porc problémák alatt, főként osteoartritis, tehát porckopásos problémák esetén tegyük a terápia részévé, de kisebb-nagyobb mértékben reumatoid artritis alatt is segíthet. Mivel a hialuronsav az ízületi folyadék a csontok közötti tér egyik alapanyaga, ezért a hosszú távú bevitelével nőhet az ízületi folyadék mennyisége, így ezáltal mérséklődhet a fájdalom. Hátfájás, térdfájdalom, vállfájdalom esetén a hialuronsavat megtámogathatjuk még pluszban kollagénnel és zöldkagyló kivonattal is. A hialuronsav egy kiváló bőrregeneráló, rugalmasabbá teszi a bőrt, segít megemelni a bőr nedvességtartalmát, aminek ugye számos jótékony hatása lehet, a bőr számára többek között csökkenti a ráncok megjelenését, illetve felgyorsulhat így a sebb gyógyulás. Ez hasznos lehet dermatitis, lábszárfekély, pikkelysömör, ekcéma, kiszáradt bőr, a sebes akné és bőr esetén is. A bőrünk állapotának javításához, akár sebekről legyen szó, akár a bőr öregedéséről, a hialuronsav mellé a legfontosabb pótolandó tápanyagok, a zsírban oldódó vitaminok, ételforrásból, például a tojás, halak és a hidrolizált kollagén. A hialuronsav jó szolgálatot tesz refluxos betegeknek is. A reflux során ugye károsodik a nyelőcső nyálkahártyája, melynek regenerálódását a hialuronsav bevitelével felgyorsíthatjuk. Tehát kevésbé fog égni a nyelőcső, és kevesebb lesz a kár, amit a sav okoz. Nyelőcső regeneráláshoz a hialuronsav mellé szedjünk kondroitin szulfátot is. Fogíny problémáknál, például fogínygyulladásnál segít a gyulladás mérséklésében. Elősegíti a duzzadt vérző fogin gyorsabb gyógyulását. Jó fogágybetegségekre és szájfekélyre is. A fogorvosok is használják ugye gél formában az ínyvérzés csökkentéséhez és a nyálkahártya fertőzés ellen. A fogin egészségi állapotának javításához, illetve megtartásához a hialuronsav mellé nagyon fontos a C-vitamin, a cink, a Q10 koenzim és az omega-3 zsírsavak. Vízmegtartó és hidratáló hatása nagyon hasznos a szemeknek. Ha folyamatosan szárazak a szemeink, nagy valószínűséggel az A-vitamin mellett a hialuronsav szintünk is alacsony. A hialuronsav nedvesíti és stabilizálja a könnyfilm réteget, képes a már megsérült szemfelszínt regenerálni, és elősegíti a hámosodást is. Ugye vannak hialuronsavas szemcseppek is, de a hosszantartó eredményekért érdemes szájon átpótolni rendszeresen. Szemszárazság ellen a hialuronsavat megtámogathatjuk A-vitaminnal, nem beta-karotinnal, hanem állati eredetű A-vitaminnal, például a tojással, májételekkel, fekete áfonyával, de a kapszula vagy italformában, és omega-3 zsírsavakkal, azaz halételekkel, vagy krillolajjal, halolajjal. A hialuronsav segíthet mérsékelni a hüvelyszárazságot is, ugye a hüvely belseje is egy nyálkahártya. A hialuronsav nem csak
hüvelyszárazságra jó, de az esetleges hüvely sorvadás tüneteit is képes akár jelentősen is csökkenteni, mérsékelni. A hüvely szárazságáért az alacsony ösztrogén szint a felelős az esetek többségében, a hialuronsav bevitelén túl az ösztrogént növelni tudjuk nagy mennyiségű E-vitamin bevitelével, több koleszterin fogyasztásával, asztaxantinnal, makával, sáfránnyal és Q10 koenzimmel többek között. A hialuronsav segíthet lassítani a csontvesztés ütemét, tehát például csontritkulás esetén is a segítségünkre lehet. Nem csak csontritkulásra jó, de fokozza az új csontszövet felépítéséért felelős sejteknek is az aktivitását, más szóval a hatására több csontszövet keletkezik, és erősebbek lesznek a csontjaink. A hialuronsav csonterősítő hatásait megtámogathatjuk D és K2 vitaminnal, kollagénnel, C vitaminnal, kálciummal, például litotamnióalgából, vagy kálciumlaktáttal, citráttal és nyomelemekkel. Érdemes többek között hialuronsavat is szedni műtétek után, a hegesedés megelőzéséért és a sebek gyorsabb gyógyulásáért. Elősegítheti a gyorsabb gyógyulást például ízület és sportműtétek, vagy mondjuk orrsövény műtétek után. A hialuronsavat alkalmazzák katéteren keresztül a hólyagba bejutatva, húgyhólyag fájdalma ellen. Azért segíthet hólyag fájdalma, hólyag problémák esetén, mert a hólyag belső fala is egy nyálkahártya, tehát annak is visszaadva a nedvesség tartalmát, csökkenhet ott a gyulladás. És végezetül, ha sugárkezelést kapunk, ugye a bőr általában begyullad, ilyenkor a bőrgyulladás mérsékléséhez érdemes több mindent bevetni, többek között a hialuronsavat is, mind krém, mind kapszula formában egyszerre. Következő videónak ajánlom azt megtekinteni, amelyet a kollagén hasznosulásáról készítettem korábban. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a hialuronsavról, kedveld a videót és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!